Gyönyörű az idő odakint, de oda sajnos még nem mehetünk, viszont a kis Pipi már felkészült arra, hogy egy kicsit ugráljunk ide bent. Hát elég pocsék dolog egy kalitkában ülni egész nap, szóval attól már sokkal jobb így a szobában rohangálni, ha egy ideig még nem tud repülni a Pipi. Szóval, igen. Hát neki ez működik. Tehát ha kijön, akkor érzi a szabadságát, és megnyugszik. Tehát egyszerűen csak leül valahol, és jól érzi magát. Nincs bezárva. Hát azért jó, ha még a kalitkába visszatesszük, mert szóval neki azért pihennie kell. Tehát, és azért az a biztos, tehát az a megnyugtató, hogy ha éppen nem figyelek rá, akkor tudom, hogy ott van. De egyébként meg, mivel úgyis itthon vagyunk egész nap, nagyon sokat kijön. Gyógyulunk, és tegnap már sokkal jobban repült, mint az előtt. Egy kicsit kényelmetlen nekem itt az asztal alatt, úgyhogy most őt rábeszélem, hogy menjünk oda át a fikuszhoz. Nem volt téged nehéz meggyőzni, hogy gyere ide át. Hát itt jobban mutatsz, sokkal jobban. Ez igen. Nagyon szépet repült ez a madár. Egyre jobb lesz, úgyhogy én látom a jövőt. Repülni fog. Most pedig úgy tűnik, hogy megtalálta a kedvenc pihenőhelyét. Persze azért be fogom pelenkázni ott lent, mert hogyha a padlóra pottyant, az nyomot hagy. Igaz, Pipi? Kultúrált madár pohárból iszik.
Hát így időzgetünk együtt. Én itt dolgozom, ő meg ott néha leugrik enni egyet. Szóval úgy jól el vagyunk.